köszöntöm természetesen és üdvözlöm a demonstrációt. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy a püspökerdővel kapcsolatban a mai napon természetesen nem lesz döntés. Néma demonstrációval indult a pénteki közgyűlés, önkéntesek a püspökerdő érdekében álltak fel tábláikkal. Nekik a polgármester azt mondta, köszöni a látványos felvonulást, de ezúttal nincs napirenden a téma. Az ülésen 22 képviselő, a megválasztott képviselők több mint fele jelent meg, tehát a testület határozatképes. Természetesen határozatképes volt a testület, hiszen fontos témák kerültek napirendre. Elsőként az új városi rendőrkapitány mutatkozott be a képviselőknek, akit egyhangulag támogatott a testület. Igazából a megkezdett munkát fogjuk folytatni. Váci Attila még hatékonyabb munkát ígért a jövőben, és megköszönte a támogatást. Másodikként került terítékre a régóta várt téma, az ifjhás sorsa. Ezzel kapcsolatban ellenzéki képviselők jelezték, nem támogatják, hogy elbontsák a létesítményt, még úgy sem, hogy annak felújítása legalább 800 millió forintba kerülne. Teljesen alkalmatlan működésre, arra a működésre, amire annak idején szánták, és tulajdonképpen azt is bizonyította, hogy a körben lévő lakók mindenféle funkció ellen tiltakoznak. Több képviselő is amellett érvelt, hogy miért jó megoldás a parkolóház építése az egykori Petőfi helyén. Parázs vita alakult ki a pártok között, amire Borkai Zsolt úgy reagált, kellenek az új parkolók, az ifjház pedig már amúgy sem tudja ellátni egykori funkcióját. Önök közül is biztos vagyok benne, számtalan ember írta alá, és felháborodva ütötte az akkori polgármesternek az asztalát, hogy azonnal hagyják abba ezt a tevékenységet, mert tűrhetetlen, nem tudunk élni a belvárosba. Igazuk volt. De most ne változtassák meg, mert ugyanez jöhet vissza abban az esetben, hogyha az ifjházat a régi funkciójába szeretnénk visszahozni. Dr. Somogyi Tivadar is hozzászólt az érzelmektől sem mentes adok-kapokhoz. Az alpolgármester szerint, akik tiltakoznak a parkolóház ellen, azokat félrevezették. Mi nem tetszenek elhinni azt, hogy úgy meg lehet szervezni a forgalom szabályozást és a beparkolást, illetve a kiparkolást, hogy gyakorlatilag nem fog növekedni a terhelést. Fekete Dávid a parkolóbővítés mellett érvelt, a városvezető a közgyűlésen azt mondta, bővíteni kell a belvárosi parkolók számát. Ezek a parkoló épületek a kapacitás növelés szempontjából nagyon is fontosak lennének a belváros szempontjából is, és az egész város szempontjából is. Ugyanígy a mélygarázsnál óriási tiltakozás volt, emlékezzünk vissza rá, csak az a probléma, hogy egyszerre annyi érdekcsoportnak jön a véleménye. Ugye mindenki parkolni szeretne, és közben meg nem szeretne parkoló kapacitást bővíteni. Végül több mint egy órás vita után a képviselők nagy többséggel szavazták meg, hogy az ifjház helyén vegyes funkciójú épület valósul meg, benne egy parkolóházzal. Ezt követően a közgyűlés rábólintott a fizető parkolóhelyek kiterjesztésére, tárgyalták a hulladékgazdálkodási rendszer témáját, megszavazták a Rábakvelle fejlesztését és a Győrszól tagi hitelére is igennel szavaztak. A szokásosnál jóval izgalmasabb rendes közgyűlés után szombaton Szent László napi díszközgyűlést tartanak.